Vezetőszáron vitték a TET helyszínére június elején azt a férfit, aki előző nap egy nyíregyházi buszmegálló oldalát berúgta. Meg is mutatta, hogy csinálta. Térfigyelő kamera vette fel a rongálót, így hamar megtalálták. Ma adott át elismerést Kovács Ferenc polgármester annak a rendőrnek, aki elfogta a rongálót. A polgármester azt is mondta, hogy fejlesztik a térfigyelő rendszert. Ebben az évben még tervezünk a közterület felügyeletnek egy térfigyelő kamera figyelő rendszert kiépíteni. Ez a digitális város mintaprojekt keretében történik, ami természetesen mind a rendőrséggel, mind a polgárőrséggel összekapcsolva együtt fogunk használni. Ebből az irodából fogják irányítani a jövőben a polgárőröket. Ketten fognak itt dolgozni, akik tartják a kapcsolatot a tagsággal és a hatóságokkal. Minden egyes szolgálatban lévő polgár ide bejelentkezik, és pontosan tudjuk, hol tartózkodik, hány fő tartózkodik, tehát ha bármilyen gond probléma van, akkor tudjuk, hogy kit hol lehet és hogy lehet mozdítani, irányítani. Az iroda átadóján elhangzott, a nyíregyházi polgárőrök mostantól az eddiginél is szorosabban fognak együttműködni a rendőrséggel. Ennek az irodának az átadása pont arról szól, hogy tettre kész a közösségért tenni akaró polgárőrök, hogyha ott vannak, hogyha jelzéseket adnak a rendőrök felé, és én azt gondolom, a rendőrök legyenek kint a közterületen, tehát hogyha jó az együttműködés, akkor a városunk szűkebb értelemben Nyíregyháza megyei város közbiztonságát tovább lehet erősíteni. Túrós András, az Országos Polgárőr Egyesület elnöke azt mondta, szeretnének fiatalítani. Most már 14 és 18 év közötti ifjak is jelentkezhetnek polgárőrnek. Egyre több fiatal középiskolás jelentkezik ifjú polgárőrnek. Reményeim szerint az év második felében, amikor kezdődik a tanév, akkor ez megduplázódhat. Most 650 ifjú polgárőre van a magyar polgárőrségnek. Jelenleg 20 egyesületben 730 polgárőr járőrözik Nyíregyházán. A koordinációs irodát a Városmajor utcai Nyírségi Civilházban alakították ki.